újévi gála 2019-ben a kanizsai szimfonikusokkal és a Városi Vegyeskarral köszönthették az új évet a kanizsaiak. Valóra vált álmok, lemezbemutató koncertet adott Szent Martin a református templomban. Csini Csiniba, Csini Baba, Tímár Péter nagy sikerű filmjének színpadi változatát a Veszprémi Pannonvár Színház hozta el Kanizsára. Köszöntöm Önöket, a Kanizsa TV kulturális magazinját látják. Idén a Krátki István Zenei és Kulturális Egyesület szervezte az új évi gálát, így 2019-ben a kanizsai szimfonikusokkal és a Városi Vegyeskarral köszönthették az új évet a komoly zenekedvelői. A zenészeket Papucsi Róbert vezényelte. Ifjabb Johann Strauss egyik budapesti látogatása alkalmával ismerkedett meg Jókai Mórral. Ennek a találkozásnak lett a gyümölcse a Cigánybáró című operett. A bécsi ősbemutatón 1885-ben óriási sikert aratott zenemű részletével kezdődött a nagykanizsai szimfonikus zenekar újévi koncertje. A gála karnagya Papucsi Róbert volt, a nagykanizsai származású, Bécsben élő dirigens. A gála előtt nem sokkal még Kínában turnézott egy osztrák zenekarral, a Schönbrunn Palace Orkesztrával. December 20-án kezdődtek az újévi turnék. A repertoár hasonló, mondjuk ebből, amit most játszunk, ebből három műsorszám volt az ottani turnén. A Kacagódal, a Donauwalzer, a Radetzky Mars. Úgyhogy ezeket ott is játszottuk. Hát azért próbáltam nem ugyanazokat idehozni, mert akkor az ember unalmassá válik egy kicsit. Ugye most mi lejátszottunk, hogy 8 koncertet Kínában. Voltunk Pekingben, Shanghaiban, és számomra ismeretlen, kicsi, 8 milliós kis városkákban. Körülbelül ennyi. Nagyon hideg volt egyébként. Pekingben mínusz 12 fok volt, ami legalább mínusz 20-nak számított. A karnagy természetesen figyelemmel kíséri a bécsi újévi koncertek összeállítását, ezért emelte be a nagykanizsai repertoárba is a Kék Duna keringőt és a Radetzky indulót. Ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy magyar mű is felcsendüljön az est folyamán. Lehártól van az aranyezüst keringő, ami ugye Lehár mégiscsak a mi zeneszerzőnk, és ugye most Lehár év is volt tavaly, úgyhogy ezért gondoltam, hogy Lehár mindenképpen legyen. Tehát két nagy valcerünk van, azon kívül játszunk polkát, vadászaton polkát, sajnos puskánk nincsen, úgyhogy a vadászat az puska nélkül zajlik. Terefere lesz a kórussal, németül, ez németül van meg, soha nem hallottam még, hogy ez kórussal egyáltalán kivitelezhető, úgyhogy ezt fogjuk játszani, énekelni. Azon kívül a kórussal van még két szám, amit muzsikálunk, a Smetánától az eladott mennyasszonynak a nyitó kórusa. A gála közreműködője Nagykanizsa Város Vegyeskara volt. A művészeti együttes legutóbb 2017 karácsonyán szerepelt együtt a Papucsi Róbert által vezényelt kanizsai szimfonikusokkal. Születtek a zeneirodalomban kimondottan új évet köszöntő vidám kórusművek. Mi egyet hoztunk ebből, Giacchino Rossininek a új év köszöntő kimondottan erre az alkalomra írt kórusműve, egy bravúr darab, igazi romantikus, igazi Rossini darab, majd meglátjuk. Maga a darab nagyon jó, azt gondolom, hogy az énekkar is egész tisztességesen megtanulta. Valahogy úgy rögződött bele a magyar lélekbe, ugye nagyon közel van Ausztria, sokat voltunk velük történelmileg együtt, hogy ez az újévi koncert az a Straussról szól, a polkáról, a keringőről,
Ezen mi már próbáltunk régebben is változtatni, hogy lehetőleg magyar zeneszerzők szólaljanak meg természetesen az örökzöld Strauss-ok mellett. Figyelünk arra, és ez köszönet a Krátki Egyesületnek, a szimfonikusoknak, hogy erre odafigyelnek, hogy lesznek magyar számok is, vagy magyar érdekeltségű számok, vagy hogyha Strauss szerzemény lesz, akkor az magyar nyelven hangozzék el. Ez fontos, hogy magyar szerzemények is megszólaljanak, és igen, vannak olyan szerzemények, amelyek kimondottan jól illeszkednek ebbe a újévi köszöntésbe. Na most ugye ma ráadásul ugye január 6-a vízkereszt napja is van, tehát egy ilyen dupla csavar vagy ünnepélyesség is van ebben a dologban, hogy vége a karácsonyi ünnepkörnek, házszentelő nap, három királyjárás, és Nagykanizsámmal köszöntjük úgy össztársadalmi szinten is az új évet, ez nagyon jó így. A rendezvényen Kardos Eszter szólóénekes is fellépett. Az A szívem csücske, Puccini, Gianni Schicchiéből a Lauretta áriája. Nagyon szeretem Puccinit, és ez az a mű, amihez mondhatjuk, hogy nem is ehhez a műhöz ragaszkodtam igazából, hanem ahhoz, hogy egy Puccini ária legyen, és hála Isten, hogy sikerült összehozni. A másik pedig a Denevérből, Strauss Denevéréből a Kacagódal, vagy Adéldala így is hívják. A harmadik pedig szintén ebből a műből a finálé. Nagyon jó volt a próba, nagyon izgultam, mert hogy én még soha nem énekeltem szimfonikus zenekarral a hátam mögött, és ez nagy álmom volt most már jó pár éve, és nagyon örülök, hogy rám gondoltak, hogy énekeljek. Az év rögtön egy koncerttel indult, mert január 1-én a Festetési Kastélyba énekeltünk Németh Bálinttal, és ez már mondhatjuk, hogy hagyomány, mert ez volt a harmadik újévi koncertünk. Ugye most ez itt, egy héten belül ennyi koncert. Hát azt mondják, hogy ahogy az év indul, úgy fog telni a többi. Nagyon sok jó pár felkérésünk van, szintén kezd helyre a Festetics Kastélyba, aztán a többit majd meglátjuk. A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar újévi koncertjét a Krátki István Zenei és Kulturális Egyesület rendezte az önkormányzat támogatásával. A szervezet tavaly 2 teltházas koncertet is rendezett, és a jövőben még többet tervez, nem csak a felnőtteknek, hanem kifejezetten a fiatalabb korosztálynak is. Valóra vált álmok, teltházas koncertet adott Kanizsán Szent Martin. A szaxofon és pánsip művész a református templomban lépett fel 2018 utolsó péntekén. Az érdeklődők Szent Martin közismert dalai mellett az új lemezről is hallhattak szerzeményeket. A 2018-as esztendő fontos év volt Szent Martin számára, hiszen 25 éves zenei jubileumát ünnepelte. Az összetéveszthetetlen stílusáról ismert előadó Valóra vált álmok című korongján negyedszázados pályájának fő céljait, sikereit meséli el dalok formájában. Éltünk a lehetőséggel, 4 stúdióban dolgoztunk, és mondhatom azt, hogy egy nagyon kellemes ünneplés, egy illő ünneplés a 25. évfordulóra. Szent Martin produkció ezt a 25 évet élte meg. A közönséggel együtt, a kollégákkal, zenész kollégákkal, technikus kollégákkal, tévésekkel, rádiósokkal, média személyiségekkel, ismerősökkel, ismeretlenekkel, egymás élete részeivé váltunk, és mondjuk azt, hogy együtt toltuk azt a kis kocsit, szárnyaltunk együtt, és itt van a 25. lemez, ami gyakorlatilag ennek a leképzése, egy nagyon szép tükörkép. Valóra vált álmok, ez a címe. Gyermekkoromban azon álmodoztam,
5 évesen, 6 évesen, hogy zenészként, zenekarban élem majd az életemet, mindennapjaimat, sok gyakorlás, zene, muzsika, stúdióban való alkotás és a kollégáknak a jó érzésű együttzenélése színesíti az életünket és a közönség életét. Ez létrejött. Tehát gyakorlatilag a lemezválasztás, vagy abban mondva a címválasztás az nem véletlen, valóra vált álmok. És tényleg mondhatjuk is azt, hogy az életben nagyon szép dolog, hogy egy-egy álmot valóra lehet váltani. Új dalok szerepelnek főként az új lemezen, és az, hogy elvezettem, elkalauzoltam a közönségemet hosszú éveken keresztül egy-egy zenei irányzatba, amit szentmartinosítottam. Ha saját magam írtam a zenét, az természetes volt, hogy azt kapták, ami én vagyok, ha pedig feldolgozás volt, akkor az én szűrőmön ment keresztül. Most egy Caccini Ave Maria, ami színesíti a saját dalokat, és persze, hogy nem utolsó sorban említem, illetve hát ezt a dalt Pitti Katival énekeltem, a művésznő csodálatosan adta elő pár évvel ezelőtt, és hát én voltam az, aki válaszolgathattam ezekre a zenei mondatokra. Van filmzene, amit választottam, van pánsípos szerzemény, tehát arra gondoltam, hogy ez a 15 dal, ami most előkerül a tollamból, a hangszereimből, az maximálisan elégítse ki a közönség igényeit, jellemezzen engem, nyúljon vissza a különböző zenei irányzatokba, és színesítse úgy ezt a zenei palettát, ezt a legújabb lemezt, a 25. jubileumi albumot, ahogy én gondolom. A saját szerzemények mellett filmzenék, valamint Caccini Ave Mariája is szerepel az új albumon. Az áriát és több régi nagy kedvencet is hallhatott élőben a kanizsai közönség. Szent Martin sok esetben fia is elkíséri szerepléseire. Szent Mártoni Norman ezúttal azonban nem lépett fel a református templomban, mert a két ünnep között Németországban koncertezett. Fontolóra vettem az új szerzeményeket is, hiszen ünnepi hangulatú minden egyes koncertem akkor, amikor a közönséggel kapcsolatba kerülhetek, de azért mégse vehetem az adventi időszakot, a karácsonyi időszakot alapnak, hogyha ők úgy gondolják, akkor vissza fogunk egy-egy dal erejéig nyúlni, templomban vagyunk. Egy-egy imádság, ha előkerül, akár saját szerzemény, akár, mint említettem az előbb, egy Caccini Ave Maria, vagy Schubert Ave Maria, az azt mondom, hogy a legjobban a helyén való, de hogyha előre is tekintek egy picit, hogy az előbb említette ön a jövő évi mondjuk terveket, akkor azt mondhatom, hogy igazán ez a célom most ebben az évben, illetve jövő évben végig, hogy a 18-as albumot, ezt a Valóra vált álmok című lemezt bemutassam. Fiam részese volt az alkotásnak. Sajnálom, hogy ma este nem lehet itt, de valamelyest azt mondom, hogy örülök is neki. Erre sokan felhördülnek. Hát milyen apa ez, hogy nem örül, hogyha gyermekével muzsikálhat együtt. A legjobb lenne, és a legnagyobb boldogság érintenem meg, de az a helyzet, hogy ő már több mint 2 hónapja Németországban van, de csak ideig, óráig, ilyenkor évvégén és évelején a Budapesti Operett Színházzal koncerteznek. Szent Martin már csak azért sem ismeretlen a kanizsai közönség számára, mivel a karácsony és új év napja közötti ünnepi időszakban rendszeresen visszatér Dézzel a szívébe egy koncert erejéig. Fontos közöttünk egy kapocs, és az a kapocs Hella Ferenc,
lelkész úr, aki közvetíti, és aki lehetőséget ad, hogy én kapcsolatba lépjek a közönséggel, a nagykanizsai és a környékbeli közönséggel. Évről évre olyan visszajelzést kaptam tőlük, ami arra utalt, hogy nem csak szeretik a zenémet, hanem értik is. Soha nem mondtam azt, hogy bárkinek kell, hogy értse a muzsikámat, de hogyha a történetek alapján mondjuk elfogadják, amikor tudnak azonosulni vele, és így, ahogy említettem az előbb is, egymás élete részévé válunk, akkor azt mondom, hogy ez a pár perc, amit rám szánnak, hogy itt vannak velem óráig, másfél óráig, és együtt töltjük ezt a kis időt, az a legeslegnagyobb dolog. Én ezt tartom egyébként az ember életében az egyik legnagyobb dolognak, kapcsolatok szempontjából, hogyha valakire szentelünk egy kis időt, vagy annál kicsit többet, akkor talán azt mondom, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit tehetjük érte, vagy tehetünk érte. Természetesen ez nem érdek nélküli, azaz a közönség szeretné jól érezni magát. Ezért boldog vagyok, hogyha évről évre egy teltházzal fogadhatjuk itt közösen Hella Ferenccel a Református Egyházközség templomában a közönséget. Ide bárki beléphet, nem rekordra való tekintet nélkül, és vallási felekezet nélkül, szeretettel és nyitott karokkal várjuk, nyitott szívvel várjuk. A kanizsai koncert sikerét látva szinte biztosak lehetünk abban, hogy 2019. decemberében újra hallgathatják a rajongók Szent Martin szaxofon és pálsípjátékát a református templomban. A Csini babával nosztalgiázhattak nemrég a kanizsai színházbarátok. A Rátkai Bérlet évadnyitó előadásán a veszprémi Pannonvár Színház mutatta be Márton Gyula darabját. A 60-as éveket megidéző élőzenével kísért táncos visszarévedés a Timár Péterféle filmváltozat rajongóinak is tartogatott újdonságot. Emlékszem, mentünk ki a néptánc együttessel Olaszországba, amikor a buszon néztük, és hát ugye a jó vígjátékokat jó egyedül is nézni, de hát itt azért csapatostól voltunk, és hát nagy-nagy nevetések voltak a film alatt. Hát főleg én akkor még azért nagyon-nagyon gyerek voltam, tehát inkább az idősebb korosztály, akik ezt átélték, vagy jobban megértették a filmnek a humorát, ők azért... Tehát nagyon-nagyon jól érezték magukat, és hát természetesen a hangulat ugye engem is elvitt, meg hát néztem Gálvölgyi János játékát, őt azért nagyon szerettem kiskoromtól kezdve, úgyhogy pozitív emlékeim vannak a filmmel kapcsolatban. És neked így felnőtt fejjel újra nézve, vagy újra olvasva gondolva más élményt jelentett már? Hát mindenféleképpen, ugye többek között azért is, mert igaz, hogy ebből a darabból készült a film forgatókönyve is, de... nagyon sok minden más benne. Tehát látszik, hogy a filmre nagyon-nagyon át lett dolgozva ez a mű. A dalok természetesen ugyanazok. Alapszituációk, itt ugye sokkal nagyobb hangsúly kerül a fiatal fiúkra, akik zenekart alapítanak és ki akarnak jutni a vitre. Simon bácsi karaktere ugye például a filmével szemben itt egy sokkal inkább szélsőségesebb, talán még azt is mondom, elrajzoltabb figura. Tehát más helyzetek is vannak a darabban, mint amikbe Gálvölgyi János került a filmbe. Tehát, hogy ez is az érdekessége a dolognak szerintem. Próbáljunk csak! Én is szerepeltem régen. Mindent tudok. Maga jó ember. Attila! Isten ostora! Na, Isten nincs, ostor van. Igen? Állj a gyerek! Elnézem. Itt maradt. Nincs külföldön élő rokona se. Vagy van? Nem. Nincs.
No hát, csak mi maradt? A mozgó! Tehát akkor hol a helye? Káringadozni. Lépjen bele! No, csak próbáljon. Én megfigyelek. Vehemensen! Kihívást jelentett számodra ennek a karakternek a megformálása, vagy lehetett lubickolni benne? Lehetett lubickolni, de azért meg kellett találni azt a dolgot, azért mégiscsak egy, hogy mondjam, egy tömbizalmiról beszélünk, aki, szóval a tömbizalmi ugye akár besúgó, vagy jelentett a felső vezetés felé, tehát ő volt az, aki mindenkit és mindent megfigyelt. Ez azért, ha a darabnak nem az lenne a stílusa, hogy zenés visszarévedés, akkor nem biztos, hogy ez olyan pozitív figura lenne, de hál' Istennek ugye, mint a valóságban is, amire azt mondjuk, hogy az emlékek ugye mindig megszépítik a dolgot, vagy idealizálják, itt is erről van szó a darab folyamán, tehát hogy ettől függetlenül egy vicces helyzetekbe keveredik az én általam játszott Simon bácsi karaktere is. Említetted, hogy Gálvölgyi János nagyon szeretted, amúgy is meg ebben a szerepben is, hogyan próbáltál meg elvonatkoztatni az általa megformált Simon bácsitól, és megtalálni a saját egyéni Simon bácsidat? Hál' Istennek ez azért mondom, hogy sikerült és könnyen ment, mivel, mint mondtam, talán a szövegkönyvben talán 2 jelenet van, ami hasonló a film ben megtörténtekhez. Itt ez a Simon bácsi, ez teljesen más helyzetekbe kerül, teljesen más szövegek vannak a számba adva, és éppen ezért nem állt fönn annak a kísértése, hogy elkezdjek ő rá hasonlítani. Psz. Simon bácsi! Nem lát minket senki. Legyen jó! Csinálja! Mit csinálja? Hát tudja! Mint régen! De hogy csinálom? Felét ember már maga nem! De hát majd szeregetni nem lehet! Na jó! De csak gyorsan! Jöjjön közelebb! Elég jó! Forduljon meg! Dőljön előre! Iga, forduljon vissza! Simon bácsi, ez csodálatos! Itt vagyok, a csillagok között súlytalanul! Szinte már nincsen is súlyom! Én vagyok az első magyar űrhajós! Simon bácsi, ez csodálatos! Jaj, szétrögte gyerlek! Mondhatjuk azt, hogy ez a film kultikus a magyar filmtörténetben, és ahogy te említetted, kamerán kívül, mert most nagyon sokan kíváncsiak erre az új darabra, szerinted mi lehet ennek a történetnek a titka, ami miatt az emberek jönnek és érdeklődnek, akkor is, hogyha mondjuk már 100-szor látták? Hát igen, ugye mindenképpen ad egy ilyen retro érzésvilágot, ugye, tehát hogy mind a témája is ez a visszarévedés. Tehát ugye az idősebbeknek is mindenképpen egy jó dolog, hiszen visszarepíti őket egy kicsit abba a világba, ahol ők voltak fiatalok, és a fiataloknak is, hiszen fiatalokról szól, és egy nagyon persgő dolog, és hát a méltán ismert slágerek, amik felcsendülnek benne. Tehát a Különös éjszaka volt, vagy a Reszket a holdató vízén, vagy tudnám még sorolni, tehát mindazok azok a dalok, amik híressé tették akár a filmet is. Hogy éreztétek magatokat a próbák folyamán, milyen volt a hangulat? Hál' Istennek, a hangulat jó volt. Egy elég feszített próba időszakot csináltunk, de hál' Istennek minden összeállt. Ugye van egy nagyon-nagyon jó díszletünk, ami elég univerzális, tehát hogy tényleg tud forogni mindenfele is, és az összes helyszínt, tehát a gyors helyszínváltásokat meg tudjuk vele csinálni. Itt igazából a technikai nehézségeken kellett túllendülni, hogy megismerkedjünk a díszlettel, és tudjuk használni rendesen, és onnantól kezdve hál' Istennek jól működtek a dolgok. Nagyon sok fiatallal dolgoztunk együtt, akik éppen most stúdiósak, vagy épp pályakezdő színészek, és hát ők azért hozták fiatalos, pesgő hangulatot, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Minden nap gondolok rád. Olyan vagy te bennem, mintha nap mint nap látnálak a lelki szemeimben, és előttem nőnél föl egyre nagyobbra.
És ha valaki felmegy a színháznak a honlapjára, láthatja, hogy Csini babától függetlenül is elég mozgalmasan telik ez az évad. Te is sokféle szerepben felbukkansz számodra, vagy inkább úgy mondom, hogy hozzád melyik karakterek állnak inkább közelebb? Hát én ugye, hála a jó Istennek, mert én nagyon örülök neki, én általában ezeket a komikusabb figurákat alakítom, és hát ugye, hogyha lehet így mondani, tényleg ilyen táncos komikus szerepkörbe szoktam én feltűnni, ugye az évek folyamán játszottuk a Mágnás Miskát, vagy játsszuk még mindig, de játszottuk az Egy Bolond Százat csinált most ezt. A legújabb darabunk az a Mark Camolettinek a Boeing Boeing Leszállás Párizsban, amit most Hanvai Kornél írt át ugye színpadra. Most leginkább, lehet, hogy csak azért, mert ez a legfrissebb, de ez áll hozzám talán most a legközelebb, mivel jó sokat is játszunk belőle, és talán egy kicsit annyival másabb, hogy itt ugye ez egy teljesen prózai vígjáték. Nem szakítják meg dalok, tehát itt teljesen más erőn lét vagy beosztás szükséges ahhoz, hogy itt az ember bejön a 11. oldalon, az én karakterem, és majd a 83-an távozik, úgyhogy ez most egy nagy kihívás nekem, és hogy végig próza, nagyon-nagyon örülök neki. Most talán az áll hozzám legközelebb, de igazából mindegyiket szeretem. Tehát az októberi bemutatónál ugyanúgy azt tudtam elmondani, hogy akkor a Simon bácsit, most talán azért bennem a legfrissebben. Lássuk már, mama! Harakám, pörkölnék! Örvény, papa! Magzatom! Csücsle! De hová? Ott nincs senki. Aj, mégsem! Minden túl veszel a hajtonó, semmit nem ér a tápcsöve! Csak felizgat! Akkor szólna neki! Angela! Most nincs kedvem, később nem lehet! Jó, de pontosan hánykor? Miért? Kiszámított az ideje? Az a légkörkölkű! A derűs légkörkölkű! A rendszer garantálja! A társulatnak fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezt a honlapotokon is ugye kinyilvánítjátok, és én a te Facebook oldaladon látom, hogy a nyelvújítással kapcsolatos rendhagyó irodalomórát tartottál egy iskolában. Ezt miért érezted fontosnak? Hogy évekkel ezelőtt, azt hiszem 3 évvel ezelőtt lehetett pályázni, voltak ezek a támok pályázatok, ahol kicsit a színházat vagy a színészeket közelebb vigyük a diákokhoz. És ott voltak, én is pályáztam, az egyik például pont a nyelvújítás kora volt, és akkor ott, tehát több veszprémi iskolában is voltam, meg voltam Sümegen és Nagyvázsonyban is évekkel ezelőtt, és ugye ez azzal jár, hogy lehet ilyen felújításokat kérni, azt hiszem 3 vagy 4 éven keresztül, és most volt egy ilyen, hogy az egyik iskola visszahívott, és hát nagy örömmel tettem ennek eleget, mert nagyon-nagyon jó fejek voltak a srácok, és nagyon-nagyon benne voltak a dolgokban. Ez úgy érzem, hogy nekik is jó, hiszen szeretnek színházba járni, találkoznak így velünk is, ez egy kicsit közvetlenebbé teszi a kapcsolatot, és hát egy érdekes dolog, hogy játszva tanulunk, mégse csak, tehát hogy szerintem biztos, hogy jobban megmarad bennünk, mint amikor csak szimplán az órán hallják az anyagot. A 700-at neki majdnem itt a fejemet! Ennyi fért mai magazinunkba. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő kedden is. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.